uraim, hölgyeim, mindannyiótoknak a világ minden. Edward, Ilya, Dr. Anna, Yuri, we're going to have a great call today. Yeah, absolutely, Jeremy. Very excited about today's call because we have so many good, nice stuff to release. And we got Dr. Anna with us also, and Yuri, he will be releasing a lot of technical roadmap for DCO project as well. Yeah, looking forward. Absolutely, absolutely. All right, let's dive in and get started. I'm going to pull up screen share here. And actually, before we do, let's just make sure once again to say hello to everybody. Guys, you know, what we have done as a community in our first 120 days, really, that's what we've, you know, if you look at April, May, June, and July, we've completed 4 full months now with the DAISY project, plus an additional 4 days in January, and an additional 3 days at the end of March. So just over 4 months now that DAISY has been live, and so proud of what this community has done. So proud of the pace setter goals and the leaders that have just made this project a reality. And to see the nagyon büszke vagyok arra a 4 hónapra, amit a DAISY életében eltelt, és egy pontos tervük van a rendkívül izgalmas fejlesztésekre a marketing területén és a partnerek területén, és amelyek most következnek még ezután. Személyesen is biztos vagyok benne, hogy sose volt jobb pillanat idő valakinek, hogy éppen most csatlakozzon a DAISY projekthez, mint most van, mint egy közösség, a nehezebb kihívásokon vagyunk túl, és most már átlendültünk a másik oldalra, és ezek a kihívásokat szembenéztük és leküzdöttük. Az egyik legnagyobb problémát volt a piacon, és láttuk, hogy a DAISY-nek a teljesítése hatalmas nagy eredményt mutat, és ünnepelhetjük. És a másik oldalon vagyunk, egy teljesen gyökeresen új impulzusunk van, és minden remekül működik. Még a legnehezebb kihívásokat is leküzdöttük, és valami jobb következik. És várjuk januárt, amikor az egész, ugye, amikor januárban még semmi se volt, múlt januárban, most januárban, és akkor tulajdonképpen egy olyan folyamat volt, ami olyan fontos stratégiai partnereket találtunk, amelyek tényleg dicsekedhetünk, és az előttünk bennünket váró kihívásokat is jóra fordítunk. Tulajdonképpen el kell fogadni a kihívásokat, és azok csak tovább lendítik a fejlődésünket. To achieve those higher results. És a kihívásoknak közvetően még magasabb elvárásoknak tudunk megfelelni, és nagyon büszke vagyok, hogy a vezetőkkel, az éllovasokkal lehetünk együtt a világ élén. Akkor megosztom a képernyőmet, és akkor kezdjük ma megújítva, áttekintve néhány eredményt, ami a 120 nap alatt van. És utána Anna Beckert, az Endotech alapító vezérigazgatójának adnám át a szót. Az első 120 napon több mint 148 ezer tag csatlakozott a DAISY-hez. Csak próbáljátok fölfogni, hogy ez egy hatalmas, egy ilyen peer-to-peer szektorban nem volt ilyen gyorsasággal működő kezdeményezés. Igazán mondhatom, hogy még csak most
állunk az elején, a kezdeti fázisában a vízi projektnek, és már látjátok, srácok, több mint 170 millió USDT hozzájárulás küldtek az Daisy Hex, és több mint 100 millió USDT az élő kereskedelmi kereskedési számlákon van, és ez 60% a profitnak. Ezen, ami most ezen a héten kimutatható, ez nagyon izgalmas volt. Hát Anna majd erről, Dr. Anna majd többet fog mesélni, több mint 85 millió USDT volt kifizetve jutalékként, ez hihetetlen. 20 millió dollár havonta ez a 85 millió USDT havi kivitel, az első 4 hónapra havi havonta kifejezett, ez egyszerűen hihetetlen. És csak most állunk az elején, és a Daisy token és a DCO platform lett meghirdetve, több mint 175 millió tokent vettek, több mint 30 stratégiai partnerségeket építettünk. Az Endotech-nek a stratégiai partnerségét bírhatjuk, és a kommunikációja a Daisy-nek a következő szinten annyi stratégiai, a jövőben meg fogjuk hirdetni az utolsó 120 az nap, összefoglalva még csak a leges-leges legeleje, és a következő szint felé tartunk. Tovább szeretnék menni, és az első, a következő 120 napról még nem beszélek, de minden egyes tagja ennek a közösségnek, aki a 4 hónapban részt vett, és tovább kell, hogy higgyen a Daisy-nek a víziójában, és hogy megtapasztaljuk ezt a hatalmas növekedést, és valóban a következő szint felé kell, hogy menjünk, hogy ez a közösség sose volt jobb időpont egy bárkinek, aki, hogy most csatlakozzon a Daisy-hez. Sose volt jobb időpont a Daisy tagoknak, hogy egy következő szintre, következő tier-re emelkedjen. Ez az igazi üzenete a Daisy-nek, hogy építsétek föl a Daisy bizniszeteket, és a 2021-es célokat elérjétek. Mint egyik barátom, Ramu mondta, a Daisy, ugye megmondtam neked, lehetőség. Sok hasonló kezdeményezés eltűnt, de a Daisy csak erősebb lett, és még valóságosabb, mint valaha volt, és a legnagyobb növekedést, a legnagyobb lendületet mutatta. Ez a víziónak köszönhető, amelyet Dr. Becker, Anna Becker közvetített, amelyet a Daisy AI platformot elindítottuk. Sose felejtem, a tavaly nyári beszélgetésig Annával, hogy amikor az Endotech-nek a vízióját közvetítette nekünk, a pénzügyi technológiai világot megnyitotta számunkra, az igazi mélységét az MI-nek, mesterséges intelligencia MI, és mindannyian, hogy ebből a fejlődésből
kivehetjük a legtöbbet abból a teljesítményből, azokat a részesedéseket, jutalékokat, amelyek hihetetlen mennyiségű, és az Endotech cég a következő időszakban még érdekesebb, izgatóbb hirdetésekkel, hirdetvényekkel fogunk előállni, fognak előállni az Endotech-ből. Az egyike a legnagyobb hozatéka, jutalma, hogy ez az Endotech-kel dolgozhat az egyik legnagyobb unikornis tündérmese, ami volt, van ebben a szektorban. Köszönjük szépen, dr. Anna, ennek a részvételedet, és hogy a jó irányba tartunk. És köszönjük, hogy elmagyarázod nekünk, akik nem értünk semmit ehhez a kereskedéshez, hogy miért mennek lefelé, miért mennek fölfelé a számok, és végül mindent együttvetve, de tudod, hogy mit csináltál, mit hoztál létre, és ez az, ami a hosszú távú stabilitást jelenti. És végül is látjuk az idővel jelentkező hosszú távú stratégiai fejlődés. Köszönjük szépen, hogy velünk vagy, köszönjük szépen, hogy őrködsz, és köszönjük a víziót, amit te hoztál létre, és mindannyian nagyon nagy várakozásra tekintünk vele, hogy mit fogsz mesélni. Köszönjük szépen mindenkinek, hogy a következő, és akkor a következő szinthez, fázishoz vezető lépcséket. A projektünk az Endotech segítségével, hogy az összes kérdésre választ adjak. A videóról gondolkozva, minden egyes videóval látjuk, hogy olyan elemek vannak benne, amelyek mindenki számára közérthető. A terminológiája, a múltnak és a jövőnek a terminológiájával ismerkednek meg. Hogy hogyan kérdezzük, hogyan feleljünk meg azoknak a kérdéseknek, amelyeket költözünk, és meg szeretném mutatni a legújabbat ezekből a videókból, a legutolsó terminológiával, és megígérem, hogy a következő igazából komoly lesz. És tényleg nagyon nehéz üzleti piaci periódusunk volt, és mindenkinek eléggé fájdalmas volt. Tudom, hogy szintén külső-belső problémák voltak, és sokan próbálkoztak manuálisan kereskedni, de hogy megkérdezzük, hogy miért a pozitív smiley, a mosolygó smiley is van, mert elhatároztam, hogy a legfontosabb célunk a befektetéseket fenntartani és csökkenteni a kockázatokat. És az utolsóban 60%-nyi kockázat volt, és 30% is volt, de jóval az átlagos 60% alatt vagyunk. És most jelenleg visszatértünk, és a Bitcoin is pozitív elmozdulást mutat, 37% elmozdulás, és a kitettsége, ami az utolsó lépéssel az is lecsökkent. A sideways kereskedelem is mutatja ezt, de ez csak az eleje. És a videó, amit megkérnék, hogy Jeremy megmutasson még a bejelentése előtt, a kivételeknek a következő
szintjére készen vagyunk a profitoknak a kivétel, a kifizetéseknek a mai naptól lesz aktuális, és a Daisy-nek a filozófiával egyezően a okos szerződések keresztül zajlik minden, a hozzájárulási kifizetések is, és azokat az üzeneteket is látjuk, hogy ezeken keresztül, hogy milyen irányban folyik a következő néhány lépés. Jeremy, a videóval hogy állunk? Igen, letöltöttük, tehát most még technikailag várunk, mert még csak annyit mondanék, hogy 20 dolláros minimum kivétel most élővé vált, tehát a egyes szint, kettes sziget, hogy 100 USDT, az és van, akinek 50 dolláros a részesedése, jutalék ez a 20%, 20 dolláros minimum kivétel. A kivételi withdraw platformnak a, és készen van a 20 USDT minimum a profitra jelentkez, ha valaki rendelkezik 20 USDT minimális a 20 USDT profittal, akkor kiveheti. Nem hiszem, hogy erről beszéltünk már, de az egyike a legnagyobb komponenseknek a Daisy Rewards jutalék kifizetéseknek, ami a kereskedelmi platformon jelentkezik, mert a platform olyan módon van megtervezve, hogy 6 hónappal a csatlakozás után egy tag automatikusan kifizetések vannak, tehát 30%-os teljesítmény, 15%, még 15% megy be, mint maradvány. Ez annyira erős, hogyha bárki látja, hogy az Unilevel kifejezetését, az éllovasi leadership kifizetését, az a 15% automatikusan a reward platformba megy. De aki halmozza a jutalékot, azok ugye visszaforgatja az élő kereskedésbe, de ez a 15% automatikusan a reward planbe, a jutaléki tervbe kerül kifizetve minden 6 hónapban. És így minden hónapban azoknak a számára, akik 6 hónappal ezelőtt csatlakoztak, havonta egy havi ilyen rendszeres pénz folyama jelentkezik. Erről beszélünk el a business modellünkben, mert az egyik ez egy olyan komponens, ami egyedülálló. Mert gyakorlatilag korlátlan mesterséges intelligencián keresztüli profitot tudunk jóvá érni. Ez egy hatalmas lehetőség, és erről sokat kell beszélnünk, és kicsit
többet kell beszélnünk a maradványról. Jeremy, kész van a videó. A maradvány residual több potenciálja van a végén több pénzt hoz, mint maga az az alap, amit kerestél. Mert az idővel mindig újabb és újabb profit érkezik, és így a hat hónapokkal növelve tulajdonképpen nagyon sok hasznot tudunk kihúzni ebből. Hát ugye az idő megmutatja, nincsen választásod, az idő jön, és akkor látod, vagy, ja, hogy erről beszéltek. Ez meg fog történni, 100%-os, hát biztos vagyok benne, hogy ahogy Anna Becker mondta, láttam, sok helyen vettem részt, ez a számomra, ez az egésznek az alap szelleme, alap ideája, még több haszon jöhet így a maradványból. Igen, Ilja, abszolút egyet értek, a smart contract, az okos szerződés, sok ember úgy néznánk, mint az okos szerződési cég, hát ez a leglényegesebb, az az architektúra, ami mögötte van, az az idea, az Unilevel, azok ugye egyre többet magára fog húzni, ahogy mutatja az, és ez az újja, és ez nem egy nap alatt, nem egy hónap alatt, de egy hónap alatt, hanem ez egyre több hasznot fog így magára börgetni, ragasztani. A kifizetésekről, a kivonásokról, ugye nem a kifizetések nem 20 dolláros, hanem tehát te a bármikor, hogyha 20 dollár fölött vagy, bármikor kivonhatsz. And then on the automatic payouts every 6 months, the automatic payout will have a threshold of 50 USDT. Tehát a pontosítás úgy hangzik, hogyha a ember kéri, akkor a 20%-os küszöbérték számít, ha viszont az automatikus kifizetésekről van szó, akkor marad az 50%-os küszöbérték a kifizetésnél figyelembe vendő. Jó, hát akkor próbálkozzunk. Megpróbálom én a kompjúteremen. Meg technikai jó. Akkor szeretnék valamit hozzátenni. Pár szót még abban gyökerezik az izgalmunk, hogy a következő fázis következik, a néhány év, ami jön, hogy ezreit a tagoknak elérjük, és ez annyira precedens nélküli, hogy ilyen gyorsan ennyi embert tudtunk bevonni. És hogy nehogy ugyanezt a technológiát tudják hasznosítani a kis kereskedelemnek a képviselői, valós időben ezeket leszámítva
amelyekben a valós kereskedésben zajlott már, volt ilyen, de ebben a szektorban nem volt ilyen növekedés, amit mi mutattunk. Sok hozzágyúrva, ilyen hatalmas alapokba, és ilyen magas szintű minőséget produkálni, ilyenre nincs példa. Az összességében. Igen, ez hatalmas nagy faktor. Nincs olyan cég, amely ezt így összességében produkálta volna. Nem, hát legfeljebb csak, hogy hamis számokkal húzakodott volna elő valamelyik cég olyankor, de ez mind, de hát ennek nincs valós pénz hátre. Ez nagyon-nagyon bonyolult szisztéma ez. Kész a videó, megkísérlem megosztani. Am I sharing my screen? Yep. Okay, that means... Hold on, I need to... Jeremy, you tell... Okay. A későbbiekben feliratozva is lesz a videó. Make it a full screen. Hello, everyone. Üdvözlök mindenkit. Két legfontosabb kérdés, amit föltesznek, beszélgünk meg. Tulajdonképpen kötelező kérdéseknek nevezhetjük. A tipikusan olyan kérdések, amit a végén tesznek föl, a mi történne, meg hogyha mindenki a te stratégiádat, kereskedelmi stratégiád használná. Nem emlékszem, mikor beszéltük erről a kérdésről, de emlékszem, hogy egy olyan meetingen volt, ahol amelyik megváltoztatta az életemet, és ide vezetett engem. Az első cégemnél ez volt a negyedik találkozó, az egyik a 180 közül, amelyik volt. Hát, nagyon fáradt voltam. És nagyon zavart, hogy nem láttam megértést. Nem értették meg, hogy van befektetési lehetőség, pedig informatikus PhD-k ültek ott. Az egyedüli nyitás 2000-ben volt, amikor a kilukatta Luffy. És a meeting room ilyen dekorációval rendelkezett. Hát, nagyon feszülten figyeltek. És a következő ember, ott volt egy hosszú hajú srác ült, és állandóan hülyeséget kérdeztek, és szét akarta, de utána megkérdezte azt a kérdést. Mi történne, ha mindenki csatlakozna ehhez a stratégiákhoz? Nem dőlne össze a piac? Mondom, hát valamiféle üzleti típusú kérdés kéne kérdezni. Így reagáltam. Nem, hát nem vagyok büszke, akkor jön magamra. Viszont büszke vagyok arra, akivé váltam 10 perccel az kérdés után. Ezt a filozófiai kérdést. Mert a fiatal srác egyike volt az én befektetőimnek. Ő volt az idősebbik testvére, aki, és ki? Én vagyok az ICQ. Ő volt csak 2 évvel idősebb, mint én, és
és tulajdonképpen investált a cégbe. Ahogy mondtam, fiatal voltam és büszke magamra, és filozófikus. És lesöpörtem egyből. Viszont ez nem messze van az igazságtól. Az elején megláttam, hogy egy ilyen kérdés, hogy olyasmi kérdése, mit tennél, ha te lennél a leghíresebb rockstar, vagy mit csinálnál az összes pénzzel és a hírnévvel? Ilyesmi típusú kérdésnek tartottam ezt. De amikor elkezdtem kereskedni a modelleimmel, tűnt, hogy ez egy nagyon fontos kérdés. Egy kicsit másfajta volt. Ahelyett, hogy mi lenne, hogyha ez a kérdés, hogy mi történne a teljesítmény modelljével a modellednek, hogyha 1000, 10 000 milliárd üzletkereskedést menedzselne, irányítana. És különböző díjakkal, nem fog most az összes részletébe belemenni, ehelyett csak a mögötte lévő logikát szeretném megosztani. A legegyszerűbb a következő. Minden kereskedésnek van ára. És van egy bizonyos jel, hogy most kell megtenni, tehát akkor, amikor a modell például tehát, hogyha túl hamar szignalizál, 100% után mondjuk 108%, de túl kevés a profit, tehát ha várt volna, ilyesmi. Tehát a szignálnak, a jelnek van fontos szerepe. Tehát egyre nagyobb veszteségeknek látunk elébe. Tehát ha például 5 pozitív, 12 negatív egyenlegű kereskedési arány van, vagy 5-10-10, illetve 5-12-2, tehát egyfajta realitásban azt látjuk, hogy 8 pontot veszít. Itt viszont 4 pontot. Tehát, hogy egyszerűsítve, akárki és mindenki $1000 tud menedzselni. De nagyon kevesen közülünk tud $1 millió bánni, anélkül, hogy jelentősen csökkenne a teljesítmény. A második kérdés. Ha a szisztémád olyan jó, akkor miért próbálod megosztani velem, és miért nem próbálsz csak magadnak kereskedni, de erről a következő alkalommal lesz. Ezt a videót ugye megosztjuk a Telegram munkon. Hogyha megértettétek, hogy mit mondott Anna, hogy az a szisztéma, amit ők kifejlesztettek, az egy rendkívül egyedülálló olyan szisztéma, amely nagy összegekkel tud effektíven operálni. A pénzügyi szektor, abban a intézményi szektorban, az Endotech, az időzítés és a karma, az ugye az, ami mindent eldönt. A 6 hónap, amikor eltelik, még nagy lehetőség vannak még az intézmények is, ugye az a vízió, amelyet Anna megosztott velünk, nekünk részeivé kell, hogy váljunk. Az Endotech
a fintech világban az Endotech az első számú mesterséges intelligenciát alkalmazó cég. Ez a legindgalmasabb történetkedés természetesen, hogy milyen hozaték jön a hosszú távon. De emberek sose próbálunk manipulálni az emberekkel. Mi megértjük azt, hogy nagyon fontos transzparensnek, áttetszőnek lenni, és mindig tudjuk, hogy a profit, illetve a veszteségek, gyereségek mindig részei ennek, de hosszú távon pozitív egyenleggel kell fogunk. Ez a platform a hosszú távú sikert célozza meg, hogy a likviditásokat növeljük, a T-likviditásokat, hogy 2 év alatt a családodban te legyél a hős, hogy az, aki megmondta, hogy én látom a víziót a Daisy-be a 2021-es állapotában, és a következő évben ti lesztek a család hőse, hogy ami a hosszú távon történik, a rövid távú eredmények abszolút lényegtelenek. A hosszú távú eredmények az, ami igazán. És ez az, amit az Endotech megcéloz. Köszönjük szépen, Anna Becker. Jeremy, remélem tetszett, és beszeretném fejezni azzal, hogy a tehát mindig rizikóval jár a befektetés. És nagyon érdekes dolgokat csinálunk. Nagyon keményen dolgozunk, hogy skálázható rendszert dolgozzunk ki, és hogy a következő piaci szektort megszerzünk, és a vállalkozói oldalt is megcélozzuk. Hát ez a következő, ez a újság, és a következő folytatása lesz ennek a videónak, ugye, és a tudományos oldala a történetnek, a kereskedelmek, és a következő, a második kérdés, erről fog szólni a következő videó. Hát alig várom már, szeptemberben, amikor az illovasoknak az esemény, a leadership event fog zajlani. Ez, ugye ezt még hirdetni fogjuk, azt az élményt, amit együtt fogunk átélni, az hatalmas lesz. Tehát tulajdonképpen ezt nevezzük a hivatalos bevezetésének a szeptember végén. Ez az első, amikor a vezetők együtt lesznek, és előkészítjük, betervezzük, elindítjuk a jövőt. Én köszönjük szépen, Anna Becker, végezzel, hogy velük voltál. Köszönök mindenkinek mindent. Akkor tovább köszönjük. Rendben, akkor folytassuk az információ, a bónuszpúról, amiről mindenki vár már. Igen, van egy spillover maker pool, egy, ami június végén 8425 részvény volt, és ez 2373 Daisy tokent jelent, részvényenként, és mindenkinek gratulálok, aki június 30-áig szertezett. A következő a
július 31, 1-től 31-ig a Spillover Maker Pool 2-es 2480 részvény, ami részvényenként 4032 Daisy tokent jelent. Mindenkinek gratulálok, akinek megjutott ilyen, aki sikerült szerzteni ezt a bónusz poolból. Az 1%-os bónusz pool, amelyik szintén június 30-án ért véget, a 3038 jelentett részvényt jelentett, egy 135 USDT részvényenként. Ezen a héten fizetik ki ezt, és ezek a részesedés, ez a jutalék. Mindenkinek gratulálok. A Pacesetter Gold Pool még kvalifikáció folyamatban van, a régi pacesettereket is figyelembe véve, tehát még készül a jelentés ebben, ezen a Pacesetter Leadership Pool az ötödik sorban 89 van összesen, és ebben a részvényeknek részvényenként 112.359 token jegyzési szinten van. Hát ez a gerinc vonala tulajdonképpen, a gerince a jövőbeli fejlődésünknek. És köszönöm, nagyon tetszik a Pacesetter Leadership teamünkkel, hogy bármikor el lehet érni ezt a szint. Csak három embernek kell lenni Pacesetter Goldnak, és te Pacesetter leader leszel, és hát tulajdonképpen ez az alapja a Daisy mozgalomnak. A következő 120 napnak a terve. Az első 500 ezer tagot célozunk meg. 500 millió USDT-t az összes befizetésnek. Tehát ebből mindenhonnan jönnie kell a Daisy-ről az információnak. Sose volt jobb idő, pillanat, amikor csatlakozhatna bárki is a Daisy-hez. A következő 120 napban 500 millió USDT összértékű befizetés, hozzájárulás, kontribúció az Endotech segítségével irányítva. A következő 120 napban 250 millió USDT lesz a smart kontraktokon, az okos szerződésken keresztül jutalék kifizetés a Daisy mesterséges intelligencián keresztül. Ez egy nagyon fontos fő mozzanata lesz a piaci kereskedésünknek, és ezeknek a mozzanatoknak hatalmas nagy profitjai lesznek. A következő 120 napban az Endotech-nek a tőzsdei értékelése lesz kihirdetve, illetve a nyilvános úti tervünket fogjuk meghirdetni. Ezen kívül a DCO platformot is kiszélesítjük, és meghalljuk a DCO platformnak az egyik alapítóját, meghallgatni a fókuszálása lesz látható, és a Daisy tokennek a piaci értéke még magasabb lesz ezzel. A Dubajban szeptember 23-a, 26-a között lesz a Pacesettereknek a találkozója Dubajban, illetve hogyha augusztus végéig kvalifikál valaki, akkor a Pacesetter eventre mehet. Ezt Dubaj után pedig bejelentjük a legelső Daisy globális találkozó, ahova
emberek ezrei és ezrei jelentkeznek a világról minden tájáról. A legnagyobb szabású esemény lesz ebben a szektorban, a következő 120 napnak ez is benne lesz. A 20 USDT és minimum kivételi küszöbérték, a 6 hónapos automatikus maradvány kifizetét a augusztus 16-án pedig a DAISY token élőbe vált, augusztus ebből a szempontból nagyon fontos hónap. És akkor egyik a DCO platformnak egyik alapítóját, tulajdonképpen a nyilvános szélesítésén dolgozik. Juri, köszönöm szépen, hogy velünk van, hogy vagy csatlakoztál hozzánk. És akkor mit tudsz a DCO-ról, platformról? Ez egy ilyen nagyon sok Solana, Binance, ezeket mindet integráljuk ebben a platformban, ezek a blokkláncokat. A következő héten a partner a Solanával és a másik blockchainbe integrálódunk, tehát több felhasználót integrálunk a mi szisztémünk, tehát nem csak DAISY lesz, hanem valami jóval nagyobb lesz, mint csupán csak a DAISY közösség, a Solana közösség, mint egy hatalmas nagy család. Ők is a mi rendszerünket fogják használni, hogy új projekteket menedzseljenek. A2DAO platformmal is aláírunk egy partnerséget. Új partnerség van ma is, már még egy DCO platformmal írtunk alá ma, eldöntöttük a partnerségét. Tehát 5-6 ilyen platformot integrál, és még több nagy projektet tudunk elhozni ide a platformba, és Jeremy segíteni fog nekünk, hogy ezeket a projekteket használni tudjuk. Készülünk nagy bevezetéssel augusztus közepén, augusztus 16-án, három, hat IDO platformot fogunk használni. Az első körben 5 USDT lesz, utána pedig a Uniswap-en fogunk kereskedelni. Ez egy hatalmas nagy nap lesz a mi közösségünkre, a DCO-nkra. Ugyanazon a napon elkezdünk a kereskedést. Ezen kívül egy staking rendszert is bevezetünk. 5 különböző staking rendszert fogunk alkalmazni. A legjobb minőségű rendszereket, hogy a farmingokat és a stakingeket a DAISY tokenekkel a legmagasabb szinten csináljuk. És nem csak eladni tudjuk a tokeneket, de farmolni is, illetve stakelni is. És ez augusztus közepén lesz. A technikai csoportunk nagyon keményen dolgozik. E hónap végén még újabb eredményeket fogunk elérni, és következő hónap végén egy hatalmas nagy bevezetése lesz a termékünknek. Már a DCO-nak a futtatására van egy jó projektünk, a
Jeremy, nél van az információ a mi közösség számára. És blockchaineket keresünk, az összes blockchainnek a tokenjét, hogy különböző tőzsdéket integráljunk ezeken keresztül. A legjobb tőzsdéket, hogy a közösségünket támogassák, illetve, hogy a legnagyobb kereskedőket hozzánk irányítsák. Uniswap, Ethereum hálózaton, Quickswap, a Polygon hálózaton, és a Solana Networkön is még egy partner, ezek a blockchaineken keresztül fogunk kapcsolódni. Vannak centralizált tőzsdék is a kereskedők számára, és ezeket a tokenünket lépésről lépésre integráljuk ezekbe a tőzsderendszerekbe, és 45 ilyen tőzsdék lesz, és mindenütt tudunk kereskedni a tokenünkkel. És az to send these tokens to all centralized exchanges. És tulajdonképpen az összes tokent, az összes blockchaint tudjuk használni, hogy a DAISY tokent akármilyen centralizált tőzsdére elküldjük. Nagy, hatalmas nagy dolog. És a Tron farmolási rendszert, és ahol a DAISY tokent tudjuk használni. Tehát a DAISY tokent a más swapolás is lehetőség lesz, nem csak a Tronon keresztül, ez hatalmas nagy újság. És tulajdonképpen úgy is ki tudunk jutni, hogy anélkül, hogy meg is tudjuk használni a más platformokat is, a saját platformokat. Igen, hát ez Jeremynek az ötlete volt, mert Jeremy a alacsony díjaknak a pártján van a tagjaink felé, a közösség számára. Mi mondtuk, hogy a többi platformon ezek a díjak magasabbak, de hát de Jeremy azt mondta, hogy inkább lehetnek alacsonyabbak. Ez volt. A mi hidunkat fölhasználva tulajdonképpen a tőlünk ezen a híden keresztül bármilyen blockchain felé, bármely token felé tudunk egy ilyen közkörnyen használható rendszeren keresztül kereskedni és használni. Ezen a platformon keresztül új projekteket is tudunk bevonni, az összes projekt pénzt is tud termelni, illetve tokent is tud jegyezni bármilyen blokk láncon, blockchainen keresztül az összes résztvevő számára. Ez hatalmas nagy érték a mi platformon keresztül. Ezt a rendszert még senki sem használ. Az ideálisan létező platformokat csak egy blockchainben gondolkozott token jegyzésbe. A mi rendszerükben viszont az összes összes blockchainen keresztül tudunk bármilyen tokent jegyezni. És ugye azok, akik a DAISY tokeneket jegyezték, ezek már benne vannak ebben a támogatásában ennek a mikor kezdődik az, hogy ezekből a hasznukat vissza tudják nyerni. Már az IDO után, azután, hogy az Uniswap-on bevezettük a tokenünket, már
a felhasználóink a tokent vissza nyerhetik és elkezdhetik a kereskedés velük. Hatalmas. Hát akkor várhatjuk, hogy lépésről lépésre jönnek a frissítések, a videók. Ezek nagyon egyszerű, egyszerű folyamatok lesznek, és azok a tokenek, amelyeket megvásároltak, investálva, be lesznek fektetve, és utána jön a nyilvános eljárás. Igen, egy videót fogunk posztolni, hogy hogyan stékelek, hogyan farmolunk új tokeneket, ahogy a DC tokenek felhasználása, hogyan tudunk új DCO-t, miért nem érdemes eladni a tokeneket, ugye, mert a DCO-ban DAISY tokeneket kell. Tehát hát ez természetesen nem csak tokenek eladásáról szól, hanem népszerűsítésről is. És ezek a vonásokról, ezekről a részleteket, videókat csinálok, hogy a mi közösségünk jó döntéseket hozzanak, hogyan használják ezeket, hogyan keresenek többet ennek a felhasználásával, ennek a használásával. Köszönöm, Júri! Srácok, köszönöm azt a munkát, amit csináltuk, és hogy jelen voltatok ma. Hát, hatalmas, nagyon emelkedett hangulatban vagyok. Sose volt jobb pillanat, hogy valaki csatlakozzon a DAISY-hez. Ez tényleg azzal a pozícióval, amivel most rendelkezünk a piacon, az a kezdeti a hatalmas lendület, impulzus, amivel rendelkezünk, a kezdeti fázisra, amiből belépünk ebbe a... Tehát aki most csatlakozik, az egy hatalmas nagy dinamikába fog részt venni. Ez egy tartós dolog lesz. Ez beváltja az ígéreteit. Ez a projekt az a... Bizonyos, ugye megmondtam neked, hogy ez a jó projekt, a legnagyobb jövő áll előttünk, ez a pillanat, hogy a DAISY üzletedet egy következő szintre emeljed. Remélem, kedvetekre volt a mai találkozónk, információt, amit a Pacesetter Gold, a Pacesetterek, több webinár, videokonferenciát fogunk, webinár fogunk tartani. Körülbelül augusztus 20-án lesz egy következő webinár, nagyon érdekes lesz. Egy prezentáció lesz, 4 prezentáció lesz. A világ több részéről is csatlakozhatnak több nyelven, és a következő szintre emeljük. Sose tudom eleget ismételni, hogy sose volt jobb idő, hogy csatlakozásra, és hogy továbbadják a világ minden térre, és akkor hát a 3 pont, igen. És akkor még aki hozzá tud tenni. Igen, a chatben már... Néhányan nem tudnak belépni az DAISY abba az iPhone-on keresztül. Az a Tronin pár hét múlva update-eli a dolog, de akkor megjavítjuk, és ideiglenesen pedig az iPhone-osok vagy tükrözzék egy másik applikációra a pénztárcájuk, vagy pedig várják, hogy napokon, hetek, pár héten belül véglegesen meg lesz, és akkor látjátok a jutalékotok, és akkor lesz egy következő link, amelyikre a másik... Hát igen, ez egy pár napja történt, hogy nem igazából működött néhány iPhone-on. Mi pillanatnyi ideiglenes, például a token pocketba való tükrezéssel át
vezetésével a wallet-nak, a pénztárcának lehet, vagy pedig a kompjúterre való áttransportálásával a pénztárcának lehet megoldani ezt. Ez a pillanatnyi, a másik appba való importálásával, vagy egyszerűen pár napot vártani, válni, amíg hivatalosan is megoldjuk ezt a kérdést az iPhone-nal. Hát az én oldalamról ennyi, én részemről ennyi. Nagyon kellemes volt a videó, érdekes volt, mindenkit csak még jobban megerősített. Látjuk az Endotech részéről nagyon magas szintű eredményeket látunk az pár nap. És akkor még csak most kezdjük elkezdeni, ez a talán ez a következő pár hétre a üzenetünk. Dubajban sok bejelentésünk van, Anna videóját is posztoljuk. Tetszik, hogy amit mondott, bárki tud 10 000 dollárt irányítani, de több milliót már nem. Ezzel nagyon egyetértek veled. Tehát tényleg nem mindenki tud, ez hatalmas nagy állítás, hatalmas nagy bejelentés, ami Annától érkezett. Hát akik tudják, hogy miről van szó, azok megértik. És még egy gyorsan a zárás előtt, még tegnap Julia és még egy ember volt ott, és hatalmas nagy résztvevője a kínai kriptovaluta piacnak, és ezek velük is dolgozni fogok, és ez az ember annyi, nagyon hatalmas a tisztelettel rendelkezett Yuri irányában, tehát Yuri nagyon tisztelte ez a kínai üzletember, kriptovalutás üzletember, tehát Yuri-jal és Alexa. Ez egy olyan embertől volt ez a vélemény, hogy az egész bárki Kínába ismeri ezt az embert, ha már kriptovalutáról van, és Yuri nagyon-nagyon mélyen tiszteli, hatalmas nagy munkát végzel, nagyon nagy eredményt hessen. Köszönjük. Csodálatos. Hát akkor lássuk, akkor éljünk a pillanattal, akkor koncentráljunk a Daisy-nek az alapjára, a Daisy MI, mesterséges intelligencia, az Endotech-re, az a közösség legyen kész a DCO projekteknek a bejelentésére, még nagyobb bejelentésekre, hogy tudjuk, hogy mi történik azokkal a projektekkel. Hát sose volt még egyszer, sose volt jobb pillanat, hogy a Daisy-ről valakinek mondjatok, hogy megosztunk videókat a Daisy-ről, hogy lássák mindenki, hogy mi történik a Daisy közösséggel, a Daisy közösségben, hozzunk a fedélzetre újabb embereket, tagokat, hogy az 500 millió tagos na, 500 millió a következő napra, nem a következő nap, tehát jó lett volna az 500 millió, persze 500 ezer tagot a világon. És ez a lendület most indul. Itt az idő, hogy a Daisy Business a következő szintre emeljük, hogy fölfelé induljunk, hogy mindenfelé, ami eddig ezután következik, vár ránk a likviditási alapokon van a terveink, megvan a válaszaink, megvan a méreti
amit stickerek, a Daisy, egy olyan lehetőség, ami páratlan a világban, nincs más ilyen lehetőleg, ez, ami ehhez hasonlít, a abszolút transzparensek balog. Úgyhogy köszönjük szépen mindenkinek, köszönjük dr. Annának, aki ma is részt vett velünk, és köszönjük, hogy sokan, és remélem sokatokkal találkozunk Dubájban augusztus végén, és akkor nagy mindenkit Isten áldjon.